A diabétesz laboratóriumi kiszűréséről kaptak tájékoztatást első őszi összejövetelükön a cukorbetegek nagyatádi klubjának tagjai. Az érintettek már évek óta ismeretterjesztő előadások keretében bővíthetik tudásukat, illetve kaphatnak hasznos információkat a betegséggel kapcsolatban. Dr. Bóta László is rendszeres vendég ezeken az alkalmakon, hiszen előadásain keresztül lényeges tudnivalókkal és tanácsokkal látja el a hallgatóságot. A legutóbbi találkozón egy tesztlapot osztott szét a jelenlévők között. Mivel ez egy genetikailag részben meghatározott betegség, egy szűrés szeretnék, hogyha minden családtag a saját családjában végezne, éppen azért, hogy időben felfedezésre kerüljön ez a cukorbaj. Úgyhogy egy ilyen kis kérdőívet fogok kiosztani. A teszt kitöltésével a klubtagok képet kaphattak arról, mennyiben áll fenn esetükben a diabétesz kialakulásának kockázata. A szakemberek a cukorbetegség két típusát különítik el. Az egyik az úgynevezett fiatalkori vagy inzulindependens. Ez általában egy autoimmun betegség, ilyenkor a saját szervezetünk termel ellenanyagokat, az inzulin termelő béta sejtek ellene. Sokszor gyerekkorban egy megfázás, idézőjelben mondom ezt, egy vírusos betegség vagy egyéb más probléma után alakul ki, és egyszer csak azt látják, hogy a gyerek fogy, sok vizet iszik is így tovább. Ez az egyik főcsoport. A másik főcsoport pedig az úgynevezett kettes típusú, ami a leggyakoribb. Nem jelenti azt, hogy a szervezet nem képes elegendő inzulin termelni, talán még többet is termel, mint amennyire szükség lenne, csak az inzulinra nem reagálunk. A diabétesz népbetegségnek számít, a dr. Bóta László által említett második kategória, amelyet időskori cukorbetegségnek is neveznek, ma már a gyerekeknél is kialakulhat. A rendszeres testmozgás nagy szerepet játszik a megelőzésben. Az izomműködés az rendkívül előnyös az inzulin felhasználás, illetve inzulin érzékenység szempontjából. Tehát azok a túlsúlyos emberek, akiknek már van magas vérnyomásuk, vagy a vérzsírjukkal is baj van, bár még az éhgyomri vércukruk esetleg normális értékű, mégiscsak lehet, hogy már elindultak a cukorbetegség útján, ezért ezeket a betegeket meg kell szűrni, és pedig egy ilyen úgynevezett orális glukóz tolerancia teszttel. Egy már meglévő, de enyhébb diabétesz kellő odafigyeléssel és gyökeres életmódbeli változtatással tünetmentessé tehető. Komolyabb betegség esetén ennél többet kell tenniük az érintetteknek. A gyógyszeres tablettás kezelés létezik. Ez egy elég kényelmes forma, korán sem ideális, de ma már olyan készítmények is vannak, amelyek nem inzulinszerű hatással bírnak, és injekciós készítmények. Ez egy teljesen új gyógyszercsoport. Ez azért is jó, mert ez testsúlycsökkentést is hoz magával. Megoldást jelenthet, ha már óvodáskorban nagy hangsúlyt kap a megfelelő táplálkozás. A növényi, rostban gazdag tápanyagokat célszerű bevonni a gyerekek étrendjébe. Ugyanakkor mérsékelni kell a fehérlisztből készült, illetve magas cukortartalmú ételeket. A diabétesben szenvedőknek az immunrendszerük is gyengébb, ezért is fontos, hogy kezeljük, vagy még inkább megelőzzük a problémát.